ezek már megkeltek szépen, akkor ki lehet őket majd gurítani. Tehát szépen így bentről kifele, hogy egy forma legyen. Akkor lehetőleg így. Szépen ügyesen kell csinálni, hogy jól legyen. Akkor van egyforma, most az 500 g esetében 160-ak, úgy külön 160 g-ok ezek a kis gombóckák. De ugye az attól függ, hogy tehát az a lényeg, hogy egyformák legyenek. Úgy lesz szép kalács, hogyha egyformák azok a sodratok, amiből fonódik. És akkor kinyújtottuk. Úgy körülbelül. Nem lett olyan szép, de azért most se. Na. Van egy szárunk. Aztán majd többit is itt szépen. A lényeg az, hogy mindig így belülről kifele haladjon szépen, ügyessen, és akkor így jó is. Mindig figyeljünk arra, hogy egyforma legyen az átmérője. Ha valahol elvékonyodik, az úgy már nem szép. Figyeljünk arra is, hogy egyforma hosszú legyen az össze. És akkor hát van nekünk itt egy 6-os összegyúrásunk, itt ezt összefogtuk szépen. Erről három fontos, hogy középen mindig legyen egy hely, hogy tudjuk, hogy ez a közepe. És akkor úgy fogjuk kezdeni egy keresztezett kéz, és akkor itt letesszük a középsőt, akkor itt ezt ide felrakjuk. Liftben ne nagyon rakjuk, mert akkor nem úgy fog tapadni. Akkor ezt ide be fogjuk tenni középre. Utána a másik szélsőt felhúzzuk. És majd megint ezt középre. Akkor megint ezt a szélsőt föl. És ami fenn van, ezt megint csak középre. Majd megint a bal szélsőt föl. És középre ezt. És így haladunk szépen vele, amíg ugye be nem fejezzük. És hát, ugye mikor már elfogy, akkor már csak szépen összefogjuk itt a végét, így. Benyomjuk majd alá. És azért úgy, hogy ízléses is legyen. Akkor majd ilyen szép fanatú kalácsot fogunk kapni, hogyha jól dolgoztunk. És ez már került is a tepsire, és akkor megkenjük tojással, keresztjük egy fél órát, és aztán mehet a sütőbe be. Na hát aztán itt az szépen, mikor bele sikerült helyezni a tepsibe, úgy ízlésesebben, akkor utána lekenjük tojással, csak sárgájával egy pici tejet még hozzá, és akkor nem lesz olyan kemény a héja. És akkor utána az a lényeg, hogy most le fogjuk takarni, és akkor keleszteni fogjuk körülbelül fél órát. És akkor
Utána esetleg még egyszer átkenjük tojással, és akkor megy be a sütőbe, pontosan 170 fokon, és körülbelül 40 percig sütjük. De természetesen tűpróbával ellenőrizzük, hogy teljesen megsült-e. Na hát, akkor letakartuk először fóliával, és akkor meg egy konyharuhát is teszünk rá. És akkor fél órát keresztjük, és utána berakjuk 170 fokon a sütőbe, 40 percig sütjük, tűpróbával teszteljük, és ha kész, akkor utána kivesszük. Na és hát szépen megkelt, szép nagyra, úgyhogy most már a 170 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt kisütjük, de tűpróbát mindenképp végezzünk, mert ha nem süt még meg, akkor az kellemetlen meglepetéseket tud okozni. A sütőt illetően nagyon fontos, hogy sima légkeverésen sütjük és 170 fokon. És most így néz ki, most tettük be, és akkor várunk szépen 40 percet, még szépen sül, esetleg lehet talán vizet is önteni és párologtatni, nem a kalács tepsi alá, hanem úgy rendesen, hogy a, tehát nem a tepsiben, hanem alá nyilvánvalóan, és akkor úgy. Hát akkor várjuk 40 percet. Elkészült a fonott kalácsunk, most már lehet is enni. Jó étvágyat kívánok hozzá!